Sziasztok! Először mindenkinek feltűnik valószínűleg, hogy egy kicsit furán néz ki a szemem. Elnézést, a hétvégén volt egy kis sportbaleset. Hát egy vezércsere után volt egy kis vita egy partiban, és egy sötét paraszt beállt a szemembe. Nem, valójában karate versenyen voltam. Az egyik igaz. Döntsétek el, hogy melyik. Az első kérdés, hogy kerültem ide? Hát az a helyzet, hogy ahogy Robi mondta, szoktam néha előadni, de inkább informatika biztonságról, meg ilyesmi. És ez a sakverseny közvetítéshez eddig egyáltalán nem állt hozzám közel, de egy barátom felhívott egyik este, és azt mondta, hogy meg tudnám-e oldani, hogy egy sakversenyeket online közvetítő szoftvernek az adatait eltoljam 15 perccel. Tehát az volna a feladat, hogy a sakversenyek csak 15 perccel később jelenjenek meg az interneten, mint ahogy az a valóságban van. Hát felmerülhet bennetek a kérdés, hogy egyáltalán mi ez az egész meg. Mi az, hogy közvetíteni sakversenyeket? Hát így néz ki egy sakverseny, ez most konkrétan a Magyar Nemzeti Bajnokság NB1 9. fordulója. Ez azt jelenti, hogy 60 táblán játszik 120 ember, konkrétan 6 csapat, és ez a 6 csapat, ez ugye nagyon sok a sakkozók körében kiváló híres sakkozó van, akinek a játszmáit szeretnék mások is nézni, de nem biztos, hogy el tudnak jönni személyesen, és ezért jó lenne ezt az interneten is látni. Hogy néz ki egy ilyen közvetítés? Hát most az a helyzet, hogy a tegnapi napon kezdődött meg a lengyel-magyar ilyen barátok csatája, ahol ez a tegnapi fordulón készült ez a kis kép, ez is egy közvetítés. Az volt a cél, hogy készítsünk egy olyan közvetítő rendszert, amely a magyarországi NB1-es sakközvetítéseket, illetve egyéb ilyen sakközvetítéseket meg tudja oldani bizonyos feltételekkel. Kérdés az, hogy miért jó az egyáltalán? Húha! Valójában nem az egész képen látszik a projektoron. Megkeresem rajta az autógombot, és bátran megnyomom. És reménykedek benne, hogy jó lesz. Aha, jobb ez így. Tehát a helyzet az, hogy itt most egymás mellett két dolgot láttok. A világ legjobb sakprogramjainak a toplistáját, az éppen aktuális toplistáját, illetve a világ legjobb sakjátékosainak az aktuális toplistáját. A baloldali ábrán látszik az, hogy nem tudom mennyire tudjátok, hogy a sakversenyzőket és még néhány ilyen páros versenyzőit élő pontszámokkal szokták pontozni, az azt jelenti, hogy meg tudjuk mondani nagyjából, hogy két versenyző egymáshoz képest mennyire erős. Abban nem mennék bele, hogy ezt hogyan állapítják meg, de a lényeg az látszik, hogy ma a világon a legjobb sakjátékos az Magnus Carlsen, akinek 2851 jelenleg az élőpontja, és a legjobb sakprogram az pedig 3415 élővel rendelkezik. Nem tudom, hogy tudtátok-e, nekem ez egy érdekes adat volt, hogy már messze túlhaladták a számítógépek az embereket, és az a helyzet, hogy ezek a programok, konkrétan mondjuk a Stockfish, ami most jelenleg a legjobb, az egy nyílt forráskódú szoftver, és akár a mobiltelefonokat is tudjuk futtatni, és akkor most már tudok válaszolni arra a kérdésre, hogy miért kellene 15 perccel eltolni a közvetítéseket? Hát az a helyzet, hogy az Androidra elérhető, meg mindenféle mobil platformra olyan szoftver, amivel meg lehet egy játékállást, be lehet olvasni. Vannak ilyen chess OCR szoftverek, és vannak ilyen szoftverek, amelyek rendkívül brutális játékerővel rendelkeznek, egy pillanat alatt megmondják azt bármelyik magyar NB1-es játékostól jobban, hogy mi lenne a jó következő lépés. És nem tudom, azt tudtátok el, hogy egy sakkparti az úgy átlagosan 3,5-4,5 óra, tehát egy ilyen szintű sakkparti, tehát az nem játszik, hogy az emberek ott ülnek az asztal mellett. Azok bizony felállnak, azok kimennek WC-re, megisznak egy kávét. Tehát valahogy meg kellene akadályozni, hogy visszaéljenek ezzel a lehetőséggel. És ezért kell egy picit eltolni a partit, hogy az interneten ne lehessen olyan könnyen megnézni és kijellemezni az éppen aktuális állást. Hogy néz ki a közvetítés? Ez megint érdekes, többen felvetették, hogy és akkor az van, hogy kamerát állítunk a saktáblára, és akkor azt elemezzük. Hát nem. Az a helyzet, hogy a világon egy elég jól elterjedt cég az, aki ezzel foglalkozik leginkább, az a neve Digity.
ez a szoftver, vagy ez a hardware fejlesztő cég, ez különböző típusú saktáblákat készít, amelyeknek a mezői alatt érzékelők vannak elhelyezve, és magukban a figurákban pedig LC áramkörök. Itt van egy pici rajz. Nem tudom, hogy ki az, aki elektronikában egy picit járatosabb. Az a helyzet, hogy ez az LC áramkör, ez egy ilyen rezgési frekvenciával rendelkezik. Be lehet állítani, hogy milyen legyen az ő rezgési frekvenciája. Minden egyes figurában beleépítenek egy más-más frekvenciával rendelkező ilyen áramkört, és ezzel vezeték nélkül meg tudja állapítani a tábla, hogy az adott mezőn éppen milyen figura áll. Hát nagyjából így néz ki szétszerelve ez az eszköz. Nyilván ez be van építve egy táblába. Az is érdekes adat, és fontos adat a történetünk szempontjából, hogy olyan 200 körül van egy ilyen tábla. 200 ezer forint, úgy értem. Tehát mondjuk nem olyan nagyon olcsó. Az a helyzet, hogy még mielőtt folytatom, az elején el szerettem volna mondani, hogy ez az előadás ez nem lesz annyira new tech. Az a helyzet, hogy van benne egy csomó nagyon érdekes dolog, szerintem, ami nekem érdekes volt és új, de nem nagyon new tech. Az az igazság, hogy én eleve, hogyha ismer valaki, akkor tudja, hogy ilyen Unixos ember vagyok, az meg ugye most már 40 éve van, és az igaz, hogy nagyon népszerű, de hát azt new technek mondani egy kicsit talán túlzás lenne. Na nézzük, milyen érdekességek vannak. Az egy jópofa dolog szerintem, úgy adották meg az összekötést, hogy azt mondták, hogy nem fogjuk 48 különböző kábelen vezetni az adatokat, hanem azt mondták, hogy simán egy UTP kábel különböző lábaira rátették a táblának a jelét, ami egyébként egy RJ, illetve egy RS-232, tehát egy soros, klasszikus soros port, illetve a másik oldalról meg a vezérlő számítógéptől ezen keresztül vannak megtáplálva a táblák, és még az órát is egy kétpólusú csatlakozóval rá lehet dugni, és a jó benne az, hogy UTP kábel mindenkinek van otthon, ugye feltételezem, hogy itt a teremben mindenkinek van legalább 4 darab 20 méteres UTP kábele, ahogy minden rendes családban, és a lényeg az, hogy így nagyon könnyű összekábelezni az egész cuccot, és sajnos van benne egy ilyen borzalmas, ezt nem tudom, látott-e már valaki, én szerettem volna a fejemből kivenni, de most sajnos megint láttam, RJ45-ös elosztó, az megvan, hogy tehát ezt hálózaton használni az agyhalál, de itt mutatok is egyet, itt van. Ez egy olyan, hogy bele lehet dugni 3 darab UTP kábelet, és akkor ilyen csillagú elosztja. Fúj. Borzasztó. Na de, hogyan is működik ez? Hát ennél a sebességnél tökéletesen megfelel. Nyilván itt nem akarunk 100 megabitet átvinni. Azok a sakkozók ott ülnek a gép előtt, bocsánat, a tábla előtt, és mondjuk a végjátékban mondjuk 2-t lépnek másodpercenként, ez a full. Tehát ez a legnagyobb sávszélesség, ami kell. Egyébként tipikusan 15 kötőjel 60 perc alatt lépnek egyet. Tehát így azért belátható, hogy át tudjuk vinni azt ezeken a kábeleken. Na ez egy kis ábra az ő, a Digitinek a saját leírásából. Látszik az benne, ez is jó pofa, hogy úgy lehet őket összekötni, hogy sorba kötöm egyszerűen a táblákat, hiszen ez a kábel, ez ahhoz azért bőven elég jó, hogy azt a soros jelet átvigye, és így szép lassan összegyűjtögeti a táblától az információkat, és utána úgy fogja a számítógép majd közvetíteni. Ja igen, a következő probléma. Felmerült, amikor felhívtak engem ezzel a kérdéssel, hogy jó, de ugye én, mint informatikus, úgy képzelem el az ilyen rendszernek a működését, hogy van valami kliens oldali szoftver, az titokzatos módon összegyűjti zárforráskódban persze, összegyűjti az adatokat, aztán utána egy zárforráskódú szerverre továbbítja valamilyen streamen keresztül, ami lehet még az is, hogy titkosított, és akkor hogy fogom én ezt 15 percre eltolni? Hát azért volt bennem némi kétség. Az a helyzet, hogy utána következett egy kísérlet, és kiderült, hogy szerencsére nagyon egyszerű a történet, van egy formátum, ez a PGN formátum, amit a sakkozók arra használnak, hogy az egy játszmát, egy vagy több játszmát egy egyszerű szövegfájlban tároljanak. Megmutatom, hogy néz ki. Az ott bal oldalon, konkrétan pont a 9. fordulóban Rapport Richard és Berkes Ferenc egy játszmája, látszik az, hogy ott felül vannak mindenféle információk a játszmával kapcsolatban, ki játszik, annak mennyi élőpontja van, milyen csapatban van, és így tovább. És aztán van maga a játszma információ, ami pedig megmondja azt, hogy ki, mikor, hová lépett. És szerencsére az egész közvetítés úgy van megcsinálva, igazi, klasszikus, ilyen
ősi primitív módszerrel, hogy a közvetítő szoftver összegyűjti a tábláktól az információkat. Ez esetben ugye 60 tábláról, csinál belőle egy ilyen PGM-fájlt 60 játszmával, és azt egy FTP szerverre feltölti. Tehát az az igazi nyugtek. Na! És aztán ebből kell a túloldalon valami kulturáltan kinéző képet csinálni. Itt most sajnos el van torzítva a projektor képe, de szerintem egyébként elég kulturáltan néz ki. Van egy ilyen egyébként már korábban is hosszú-hosszú idők óta létező és sokak által használt JavaScript library, aminek a segítségével fel lehet parcolni és meg lehet jeleníteni a PGN-eket. Lépjünk egy pillanatra vissza. Mi az, ami még ebből érdekes? Most ebben a rövid előadásban semmi. Tehát a lényeg az, hogy volt ilyen lib, csak néhány ilyen hiányossága volt neki. Ezzel majd egy kicsit később. Most annyit szeretnék elmondani, ez itt már konkrétan a magyar női országos bajnokság, ahol 80 játszottak egymás ellen múlt héten, és ők 80 ugye négy darab táblát kell megjeleníteni. Hát az a helyzet, hogy a sakkozók azok nagyon okos emberek, tényleg, de nem annyira jól tudnak programozni. Pedig annyi érdekeset szerettem volna még mondani. Kicsit féltem tőle, nem lehet az, hogy én lennék a negyedik előadó is? Jó, nem tehetünk sajnos kivételt. Akkor megnézzük, mi még érdekes. Oké, ez az utolsó slide, by the way. Akkor már csak, ami egy kicsit nyújtekebb, ugye beszéltem itt arról, hogy a PGN for webnek olyan korlátai vannak, hogy ezt sajnos olyan primitív módon lehetett csak megcsinálni, hogy ez itt négy darab iframe, és egymástól függetlenül mind a négy külön-külön töltögeti le újra a PGN fájlt, ami több szempontból is nagyon kellemetlen, úgyhogy erre kellett volna valami jó pofa megoldás, de az időgépet, csak azt az egyet, rájöttem, hogy van még ott egy slide sajnos. Végül is, hogy lett az időeltolás megvalósítva? Az a helyzet, hogy nyilván erre valószínűleg itt egy csomó hipster programozó azt mondta volna, hogy felparcolom a PGN fájlt, feltolom a cloudba, NoSQL, JSON RPC szerver, meg és akkor lekérdezem 15 perccel később. Hát az a helyzet, hogy én két shell scriptet írtam erre. Az a helyzet, hogy két darab shell script, ez azért ilyen hosszú, mert már nagyon-nagyon ki van finomítva. Az egyik shell script azt csinálja, hogy minden 10 másodpercenként betömöríti az aktuális állást, hogyha benne van a 60 darab játszma, mert ugye az FTP feltöltés az nem egy pontszerű időben zajlik, ezért aztán valamikor csak 40 játszma van benne. Szóval az egyik összetömöríti, és a másik pedig azt csinálja, hogy a legérdekesebb rész, hogy ha az ember ismeri jól a Unix parancsoknak a paraméterezését, akkor milyen okosságokat lehet csinálni. Nem kellett túlspirázni a szerepemet, itt van egy olyan, hogy a date parancsnak van egy olyan paramétere, hogy minusz d, és azt lehet neki mondani, hogy 15 min ago, egyszerűen csak ennyi az egész, és akkor kicsomagolom a 15 perccel ezelőtti targézit, azt nyilván már ezt teszem a web alá, és innentől kezdve minden rendben, 15 perc leáltoltam. Ennyi volt a nagy varázslat. Hát, szerettem. Ennyit szerettem. Én többet szerettem, hanem csak ennyit sikerült. És köszönöm szépen mindenkinek. És akkor most vannak még kérdések? Egy darab kérdést fel lehet tenni. Üzleti modellt ne kérdezzük. Igen? Tessék. Ez is, szeretném megköszönni, hogy elhúztál egy ilyen informatív, meg érdekes előadást, tehát semmiféleképpen ne érezzük az dolgot, hogy az én voltak volt. Nekem ez nagyon tetszett. A kérdésem pedig az lenne, hogy ott valahol láttam egy ponton, hogy ilyen websocketeket is használtak, hogy pontosan... Igen, valójában az a helyzet, hogy az a slide az arról szól, hogy hova szeretném továbbfejleszteni a rendszer. És valóban az a cél, hogy csináljunk egy olyan eszközt, ami már nem fogja mindig letöltögetni az egész PGN fájlt teljesen feleslegesen, és akkor meg lehet csinálni azt, hogy az eltolás ugyan 15 perces, de a szentségzettsége az lehet akár egy fél másodperces is, mert mondom, egyébként a partik azok nagyon lassúak, de a végjátékban, amikor elfogy az idő, akkor igenis, akkor már nagyon-nagyon pörgős az egész, és nagyon érdekes lenne. Az az igazság, hogy most ilyen időugrások vannak. A PGN for Web az alapvetően percenként frissíti a PGN-t, ami gáz, mert akkor már közben zajlott 8 lépés, tehát 8x2 lépés. Én ezt megcsináltam úgy, hogy 10 másodpercenként lépjen,
De ez még mindig az, hogy három lépés egyszerre. Tehát így ugrik egyet. És ezt nagyon jó lenne szebben, finomabban megcsinálni. Itt majd jól jöhet egy webszokit. És ami érdekes az, hogy a Stockfish nyílt forráskódú, szerintem ez nagyon érdekes, a világ legjobb sakkszoftvere, egy sakkengine-je, és meg akarom csinálni azt, hogy szerver oldalon legyen egy elemzőeszköz. Egy pillanatra visszamegyek a első szlájdra. Abba hagyom már, most már mindjárt Isten bizony. Igen. Ezt a szlájdot nem tudom, hogy meg feltűnt-e nektek, hogy a tábla mellett is van egy ilyen skála. Itt a játszma kiválasztóknál is van egy skála. Ez azt jelenti, hogy megmondja, hogy a sötét vagy a világos van-e inkább forban. Tehát igazából maga a szoftver meg tudja nekem mondani azt, hogy most mennyire jó az állás. Azért nem vagyunk sokan 2600-as élő közelében, ezt én nem vagyok, lehet, hogy itt van olyan, és ezért nem könnyű megállapítani egy partiról, hogy most Gledura Benji az elhozza a pontot, vagy nem. Tegnap elhozta, de nem tudjuk, hogy megcsinálja, és ezért aztán nagyon sokat segít, hogyha van benne egy ilyen elemző szoftverünk is. Hát akkor ennyi jutott ma. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Egy sőmányos